Felharsant a rabszolgák kórusa, brüsszeli a kotta, vezényelt az USA. Nyomors ínség alatt a szív csak nem ketté szakad. Ezer Tiborcz felnyögött, Gyurcsány a díszlet mögött. A pártütők Orbán Viktort akarják, gárdisták fogták le Szanyék karját. Ellenünk cselszövés a vád, de a célpont most visszavág. Szekeres Imrét és több szocialista politikust megtámadtak. Lehet, hogy egy kicsit felindultabb volt a hangulat. Ezzel magyarázta a párt képviselője másnap a volt minisztere kijelentését, amelyben a Hír TV stábját azonosította az MSZP-seket köpködő hazárulózó csoporttal. Szekeres Imre szokott néha különös állapotba kerülni, például miniszterként gripenek átadásakor. Talán emlékeznek. A repülőgépek hadrendbe állításával javul NATO kompatibilitás. Hosszabb távon megbízható haditechnika áll a rendszerbe. A tüntetésen az ő szidalmazóktól borult el, és mondta a következőket. Ezt vegye föl! Hogy hogyan történt mindez, erre még visszatérünk. Most csak annyit, hogy a szocialista politikus nem először gyalázza a Hír TV-t. De hol van ez ahhoz, amikor Gyurcsány hívei kórusban ordítják, hogy Hír TV-t takarodj? Ismét utcára vonult az ellenzék. Sokan voltak. Az oktogonig álltak az operától. Miközben az állami operaházban az új alaptörvényt ünnepelte a kormány, a demokráciáért aggódók tiltakoztak. Volt, aki csak lárpullár tüntetett. A legtöbben láthatóan feszültségüket vezették le az utcán. Nem kellett volna új alkotmány. Ez az senki ember meg akarta mutatni, ő az Erős János. Pedig egy patkány. Annyi átok van ezen az emberen, hogyha egy kis érzék még benne marad, ez a rühességébe fog elpusztulni. Ha van vér a Hír TV-nek a pucájába, tessék, adja be! Én a nézőjük leszek! Ne sértsük meg a patkányokat, mert a külön megvitezik. Az ellentüntetők nélkül nem lett volna eseménydús a demonstráció. A patkányozást is hamar meg lehet unni. Írjen a alaptörvény! Az elhangzó beszédekben nem volt annyi dinamit, mint a tömeg megnyilvánulásaiban. Meg fogjuk védeni a köztársaságot! A volt ORTT elnök volt a legkeményebb, de korhatárkarika itt sem kellett. Sokkal jobb sors egy demokratikus jogállam bukott miniszterelnökéjé, mint egy tekintélyelvű országban a népharag által eltávolított, nem legitim vezetőjé és a bukott diktátoré. Új alaptörvényel önnek mi a gondja? Semmi jogom nincsen az. Nyilván tud előre idézni is, gondolom. A gyermekeimet jogom van fölnevelni, jogom van ugye együtt élni. De mégiscsak van joga, nem? Hát de nem sok szólásszabadságom van. Hát ez hol tartalmazza? Megmutatná ezt a részt? Nem, reggel nem is élek, mert ezt fölgyújtani hoztam ki. Gyújtogatni másnak is akadt kedve. Szoci politikusok az ATV élőadásában égették el a gála estre kapott meghívójukat. De vissza a tüntetőkhöz. Mivel itt kell harcolni? Gyurcsány Ferenc a vezérünk? A demokrácia és semmi másé nem. Miért nincs demokrácia? Az, ami most megszűnt a tegnapi nappal, vagy a tegnapi... De mi az? Ne legyünk már össz, menj a Hír TV-be, menj oda! Demokrácia! Újságíró vagyok, csak a dolgomat végzem. Hiába, ilyenek a balliberális békés demonstrálók. A szócsata és egymás rángatása folytatódott. Rákos is ünnepel. Igen, és Gyurcsánnyal ünnepel. És Gyurcsánnyal ünnepel. A Gyurcsánnyal leadta szalva, az Orbánnal egy nap. Te meg a Gyurcsánnyal kéne ilyesen. Nácizásból bőven jutott erre az estére, és megérkeztek a középen állók is. Gyurcsány Ferencre, meg az Orbán Viktorra, és mind a kettőre. Egy kutya. Kinek meg a nyilasok se tetszenek, azzal mi van? Hát akiknek a nyilasok nem tetszenek, lehúzzuk a vécén. Tényleg? Ha, mert te nyilas vagy? Hát nem vagyok nyilas. Hát akkor miért húznád le a vécének, hát, nem teszek? Engem nem érdekel, haver, a nyilasokkal együtt. Ők se érdekelnek, meg és miért gondolod, hogy a tiéd az utca, és az enyém nem?
mert mi vagyunk az utcán. A Gyurcsány Ferencről mi a véleményed? Az, hogy egy szarember. Akkor mi a fenének vagy itt a tüntetésén? Azért, mert úgy gondolom, hogy az Orbán is egy szarember. Egy szaremberrel tüntetsz a másik szaremberrel szemben, igaz? Mi vagyunk a harmadik féle, tüntes velünk. Nem tüntetek velünk. Akkor tüntes egyedül. Az egész liberális csőcselék ellen szeretnénk demonstrálni. Mi a legfőbb üzenetetek? Gyurcsány Orbán takarodj. Tehát Gyurcsány már szinte nincs is. Hát szeretnének visszajönni, de nem szeretnénk engedni őket vissza a hatalomba. Ha a hatalomban nem is, új pártjával Gyurcsány is kilátogatott a rendezvényre. Lopakodó üzemmódban. Tény, a demokratikus koalíció szimpatizánsaival is összeszólalkoztak a Nagymező utcánál az ellentüntetők. A volt miniszterelnök később érkezett. Kritikát az LMP is kapott. Kimennek az utcára, és kiráncolgatják magukat. Holott nem ez a feladatuk. A színpad környékén ismerős arcokkal is összefutottunk. Kivel jött? Kikkel? Magánemberként vagyok most itt. Végre nem csak a jobb oldalt tudja kivinni az utcára az embereket, hanem a másik oldal is. Parlamenti diktatúra van, a többség zsarnoksága, és ezzel ellen határozottan fel kell lépni. Határozott fellépésből nem volt hiány. Az MSZP politikusai összefutottak a szélső jobboldali ellentüntetőkkel a Nagymező utcánál. Ha nem értenék, itt Szekeres Imre jól lenácizott minket. Engem, a stábot és a Hír TV-t. Ezt utólag azzal magyarázták, hogy Szekerest feldúlták az események. A szocik és az ellentüntetők még gyulakodtak egy ideig. Igaz, az MSZP különítmény nem nagyon akart tovább haladni. Kb. 8 percet vesztegeltek a sarkon, hogy bekerüljenek a híradásokba. Szanyit, Nyakót és Kunhalmi Ágnest is leköpték, megrángatták. A két tábort végül rendőrsorfal választotta szét, de intézkedniük lényegében nem kellett. A kisebb ütésváltásban mi is bekerültünk, engem tarkon, segédoperatőrünket fejbe vágták a mögöttünk álló balliberális tüntetők. A színpadon közben civilek szónokoltak, a kormány összes intézkedését bírálták. A demonstrációnak még az Operaházi gála este előtt vége lett. Hideg volt, de lehet, hogy megunták és hazamentek. Talán 1500-an maradtak a környéken. Látják, a fiatalok azok kitartanak, és minden lehetséges fórumot igénybe vesznek annak érdekében, hogy hangot adjanak véleményüknek. Az esemény végén belebotlottunk a megtépázott szocikba. Ez egy büdös kommunista! Azt gondolom, hogy nyelv volt. Hazudik a büdös vereszében! Nem venném fel a stílust, hogyha nem probléma. Neki hazudik a büdös veres! Legalább nincs meg rajta a csukor. Akkor, ha jól láttam, akkor önt le is köpték. Nem engem köptek le, mindenkit, aki itt volt ma egyébként. A rendőrség egy picit később jött. A rendőrség hibázott ön szerint? Valószínű, hogyha látják azt, hogy sokan árpácsávot zászlókkal a polónak, az nem fejtetőle az a közönség, aki ma idejött. De hát hallják. Itt most nem tudom, önök látnak egyetlen egy rendőrt is, aki megpróbál egy picit is valami fegyelmet is rendet tartani, amit látják, nem mi vagyunk az agresszívok. Igen, régen 2006-ban sokkal több rendőr volt az utcán, ez tény. 2006-ban, és nem hallom. Több rendőr volt az utcán 2006-ban, amikor a szemkörülések történtek, ez tény. Kínos a kérdés, értjük, de folytattuk a beszélgetést. Ahhoz mit szól, hogy Szekeres Imre, hogy a stábunkat gyakorlatilag lenáciztak? Hogy jelezzem, hogy nem hallottam. Most megérkeztek a rendőrök, és amint hallja, eltűntek azok az urak is, akik itt fenyegettek minket is, meg azon mögött állálltak. Az, hogy a békés demonstráció üzenete nem jött át, nem a mi hibánk. Inkább azoké, akik rátámadtak Szent Mihály Szabó Péterre, a Magyar Hírlap publicistájára és feleségére, valamint azoké, akik
egymásnak estek és náciztak. Az ügyön az sem segített, hogy az amerikai Népszava azt állította, hogy az operából kristályhamutartókat és rézkorlátgömböket lopott a polgári közönség. Gyorsan kiderült a hazugság, ugyanis ilyen tárgyak vagy nem voltak soha, vagy már régóta nincsenek az operában.